Műsorunkat napirenden rovatunkkal indítjuk, melyben meghívottunk Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, a háromszéki RMDS szervezet vezetője, akivel többek között az udvarhelyszéken elbukni látszó, ám háromszéken a megegyezés szerint működő RMDS-MPP együttműködésről, illetve a helyi magyar-román viszonyról beszélget E. Ferenc Judit. Tamás Sándor elnök úrral Bukarestben beszélgetünk. Abból az alkalomból, hogy idejött bemutatni háromszék turisztikai látványosságait, érdekességeit, kínálatát. De ez egy másik periódus is. Ugye javában zajlanak a parlamenti jelölt állítások. Háromszéken ez már megtörtént. És mégpedig az RMDS-MPP együttműködés jegyében úgy, hogy befutó helyre került egy MPP-s jelölt is, Kulcsár Terza József. Most az együttműködést azt tudtam, hogy a közvélemény is nagyon nagy örömmel fogadta, és az elvi szinten teljesen rendben van. Viszont hogy dúlt el az, hogy amikor konkrétumokra kerül a sor, és valakinek bizony át kell adnia a helyét, ez most két területi szervezet ajánlotta ezt fel, vagy nem ajánlotta fel, erre mindjárt rá fogok kérdezni, önök lévén az egyik. Na, akkor megtudhatnánk, hogy is történt ez, hogy ez az alkú, ez az együttműködés meg tudjon valósulni? Nézze, évek óta különböző felméréseket végzünk háromszéken, Székelyföldön, és azokból a felmérésekből egyértelműen kiderül az, hogy az emberek társadalmi szempontból elsősorban az egészségügyi foglalkoznak, hiszen számukra fontos az egészségügyi rendszer rendbetétele. Az embereket az érdekli, és a vezetőket azzal szeretnék megbízni, hogy szociális kérdésekkel hangsúlyosabban foglalkozunk. Ezek összefüggnek az egészségügyi rendszer, a szociális kérdések, munkahelyteremtés kérdése. És nyilván az infrastruktúrális beruházások, az, hogy jobban éljenek, az életminőség javuljon. Ez, ami a társadalmi szempontból látszik. Politikai szempontból pedig azt várják el az emberek magyar közösség vezetőitől, hogy ne legyen vita, hogy egyezzenek meg. Hiszen látják az emberek azt, ami történik ebben az országban jó néhány éve, történik ebben a térségben, és a legfontosabb a bizalom és a biztonság. Hát és a magyar közösség nem túl nagy ahhoz, hogy megengedje magának, hogy nagyon megosztott legyen. Pontosan. De visszatérek a kérdésre. Biztonságban akarnak élni az emberek, és azt várják el a vezetőktől, hogy magyarok egymással ne vitatkozzanak, mert ha vitatkoznak, lazul a biztonságérzetük, és kettő, hogyha összefognak a magyar politikusok, akkor nő a biztonságérzetük. Ez érdekli az embereket. Ez a felismerés vezetett el oda, hogy két éve kezdtünk ezzel a kérdéssel hangsúlyosan foglalkozni. Háromszéken egy évvel ezelőtt konkrétan ajánltuk fel egy nyári táborban, a Sigfest nyári táborban azt, hogy hajlandók vagyunk együttműködni, hiszen meggyőződésem szerint egy együttműködés miensége az elsősorban a pozícióban lévők felelőssége. Az, akik pozícióban vannak, akik többen vannak, a nagyobb testvére idézőjelben téve, így az van. Ő felelőssége, így van. Az együttműködés miensége. Tehát a mi felelősségünk is. Jó, tehát végül önök ajánlották fel a persze, helyet. Egy évvel ezelőtt, nem most kezdtük ezt, hanem egy évvel ezelőtt, akkor, amikor még messzenek látszott a parlamenti választás. Ahogy telt az idő, persze nem olyan egyszerű az együttműködés. Nem egyszerű. Saját életünkben sem egyszerű az együttműködés a szomszéddal, vagy a családtaggal, vagy a házastárssal, de nem egyszerű a politikai téren sem az együttműködés. Nem, annál is inkább, mert voltak egymással szemben elég, hogy is mondjam, éles viták, egészen kirívó nyilatkozatok évekkel ezelőtt, még nem mostanról beszélek. Persze, ez gondolom, igaz. Hogy a politikusnak ezen túl kell tudnia lépni. Nézze! Én Székelyföld érdekében, a székelyföldi települések és emberek érdekében hajlandó vagyok leszállni a lóról. Igen, és kezet nyújtani Biró Zsoltnak, Tóró Tibornak, Izsák Balázsnak. Igen, mert a nagy tét a jövő év, az idei parlamenti választás és a jövő év kormányzásának, kormány összetételének és politikájának ebben az országban a legnagyobb tétje a székelyföldi megyék jövője.
veszély és lehetőség is egyben. Legnagyobb tétje a közigazgatás átszervezése, hogy meg tudjuk-e menteni a községeinket a felszámolástól, hogy meg tudjuk-e menteni a városainkat a visszaminősítéstől. Ez a nagy tét. És ennek érdekében én, Tamás Sándor, hajlandó vagyok leszállni a lóról, és kezet nyújtani Biró Zsoltnak, Tóró Tibornak, Izsák Balázsnak. Az egy másik kérdés, hogy ki fogadja el a kéznyújtást, mert ezt felajánlottuk. Ezt felajánlottuk Háromszéken egy évvel ezelőtt, egy fél évvel ezelőtt. A helyettesági választáson csak a Magyar Polgári Párt fogadta el, az Erdélyi Magyar Néppárt visszautasította mind megyei, mind országos szinten ezt az együttműködést, és ugyanígy a parlamenti választáson is. Igen, tehát most végül is ez az együttműködés létrejött. Kovács Kulcsár Terzal József úr, elnézést, ott van az önök listáján, nagyon jó esetben befutó helyen. Természetesen azért ahhoz, hogy ez igazából befutó hely legyen, mobilizálni kell a szavazókat. Rá kell venni őket, hogy elmenjenek szavazni, és ráüssék a pecsétet. Hivatalosan természetesen nincs még választási kampány, viszont ez már érezhetően elkezdődött. Konkrétan mit tesznek önök azért, hogy az elmúlt években észlelhető fásultságot valahogy megváltoztassák, és rábírják az embereket, hogy igen, menjenek el? Évek óta választási kampányban élünk, 25 éve folyamatos választási kampányban élünk. Persze, viszont választás mégiscsak 4 évente Nézze, van. Tehát gyakorlati szempontból az ígéretünk az, amit eddig dolgoztunk. Tehát a falvainkét, Székelyföldét, amit eddig dolgoztunk, fizikai építkezés tekintetében, ez gyakorlati szempontból, ha úgy tetszik, a kampány is. Megmondom őszintén, odafigyelünk a választásokra, de nem a választások miatt élünk és dolgozunk. Mi programokban gondolkozunk, magyar közösség nemzeti céljaiban gondolkodunk. Persze, hogy odafigyelünk a választásra, mert a választás alkalmával adnak az emberek felhatalmazást arra, hogy azt, amit elképzelünk, azt meg tudjuk valósítani. Ez a dolog egyik része. A másik része pedig az ígéreteink, az idézőjelben tett ígéreteink, az, ahogy eddig éltünk, amit mutattunk. Ahogy eddig az ügyeinket felvállaltuk és vittük, ellenszélben is, akkor, amikor elgáncsoltak, minden egyes nap fel tudtunk állni a földről, és kitaláltunk újabb programokat, újabb projekteket. Igen, itt volna azért egy megjegyzésem. Tehát ön nem csak a háromszéki RMDSZ-nek az elnöke, hanem Kovászna megye tanácsának is. Kovászna megye egy olyan megye, amely lakosságának talán 23%-a román nemzetiségű. Köztudott, hogy a kapcsolatuk a román közösséggel hát nem éppen fényes. Hát én azért ellent mondanék. Igen? Igen. Kíváncsian várom. Román közösséggel jók a kapcsolataink. A vidéki román polgármesterekkel jók a kapcsolataink. Az egy másik kérdés, hogy a nyakunkra ültetett prefektusokkal nem jó a kapcsolatunk. Sosem volt jó. Ellenzékből is elfogyasztottunk 3-4 közülük, politikai értelembe véve. De a román közösséggel, a román polgármesterekkel, a bodzavidékiekkel organikus és jó kapcsolatunk van. Intézményesített szinten, tehát község és megyei önkormányzat, és mind emberi szinten. Igen, jó a kapcsolat, ezt kimerem mondani. Nem mindenkivel, és főleg nem azokkal a politikusokkal, akik abból élnek, hogy ők románok Kovászna megyében. Jó, nem, ezt nem kívánom kommentálni, nem tudom, hogy mennyire élnek, vagy nem élnek abból. Tény viszont, hogy nem csak helyi szinten, hanem sajnos a központi sajtóban is. Kovászna megye már évek óta a zászlóbotránnyal híresült el. Különböző szinteken, megyei tanács szintjén és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat szintjén is. Na most, hol áll ez a háború? Jelenleg hány pere zajlik ez ügyben a megyei tanácsnak? Nem hiszem, hogy csak erről lennénk híresek. Most éppen Bukarestben azért vagyunk, mert itt indítunk egy nagyívű projektet. Azt mondta, hogy sajnos ez az, amire nagyon kiéleződött. Nagyon nagy a fogadókészség a bukaresti fiatal értelmiség részéről, újságírók, bloggerek részéről, turisztikai cégek részéről, Háromszék és a Székelyföld iránt. Tehát ma Háromszéken, Székelyföldön a turisták 75%-a román nemzetiségű. Jó, de hogy azok a személyek jönnek, 10 év alatt megduplázódott az ő számuk. Az egy másik kérdés, hogy Bukarestben vannak olyan politikusok, és vannak olyan televíziók, újságok, akik úgy szeretnék beállítani Háromszéket és Székelyföldet, hogy ott valami nagy botrányok történnek. Persze, nem történnek nagy botrányok. Egy, felvállaltuk azt, amit érzünk,
Tehát igen, büszke nemzeti érzésünk van, de ez azt is jelenti, hogy el tudjuk fogadni, hogy a románoknak büszke román nemzeti érzésük van. Ez a kettő nem zárja ki egymást. Az egy másik kérdés, hogy egyesek ezt próbálják szembeállítani. Viszont továbbra is azt tartom, azt mondom, hogy bármennyire nehéz, nekünk a nemzeti céljainkat fel kell vállalni, világosan meg kell fogalmazni, és fel kell készülni, felkészülten kell megvédeni az álláspontunkat. És emellett pedig foglalkozunk a fejlesztések kérdésével. Ma Háromszéken jobbak a megyei utak, mint az országutak. Erre még vissza fogunk nem véletlenül érni. Alakult ez a dolog viszont... így. Foglalkozunk a turizmus kérdésével. Kovászna megyében nagyobb a turizmusból származó bevétel, mint az országos átlag. Elmarad az igényeinkhez, az elképzeléseinkhez, a lehetőségeinkhez képest. De nagyobb, mint az országos átlag. De mégse kerüljük meg a zászlóügyet. Nem kerüljük, Isten őriz. Tehát jelenleg hány pere folyik különböző szervekkel, magánszemélyekkel, hogyha jól tudom, ott is tehát több mint 100 közigazgatási eljárást indított a prefektúra, a megyei önkormányzat és a települési önkormányzatokkal szembe, ami nemzeti szimbólumokat, helyi és megyei zászlókat, a kétnyelvű feliratokat, a háromnyelvű elnöki fejlécet. Most képzelj el, Romániában a kormány megbízottnak 2016-ban a legnagyobb problémája az, hogy Kovászna megye tanács elnökének hány nyelvű a fejléces papírja. Ön szerint ez a legnagyobb problémája ennek az országnak? Hát szerintem végképp nem ez a legnagyobb, van ennél sokkal súlyosabb és nagyobb probléma. Általában nem tudom statisztikailag, hogyan végződnek ezek a perek. Általában az tapasztalható, hogy néhány éve, 3-4 éve a közigazgatási szintről áttették az ellenünk folyó üldözést az igazságszolgáltatás szintjére. Még akkor is, amikor igazunk van, például a nemzeti himnuszunk éneklése kapcsán, ott is közigazgatási bíróságra adott a prefektus, magyar polgári párta tulajdonképpen, de hát nyilván mellé álltunk, és megnyertük ezt az eljárást, de nagyon nehezen alakult ki, és nehezen tudták elfogadni, megérteni, hogy nekünk magyaroknak is van jogunk a nemzeti himnuszunkat elénekelni, arról nem is beszél, vagy az éppen egy egyházi ének egyben. Igen, na most ezek a perek általában, hogy mondjam, pénzbüntetésekkel is járnak? Igen, volt olyan eset, amikor már 10 000 eurónál ketyegett az óra, személy szerint nekem is, és Sepsiszentgyörgy polgármesterének, Antal Árpádnak külön-külön. Aztán ezt a kérdést is, hát én úgy érzem, hogy okosan meg tudtuk oldani. Azaz, hogy? Hát bonyolult most szerintem. Jó, nem jogi vitákba akarok most eljárásokban bocsátkozni. Igen. Jó. Önkormányzatok fizettek már ez ügyben büntetéseket? Nem fizettek, viszont arra kényszerítettek polgármestereket, hogy például műemléképületről levegyék vagy letakarják azt a feliratot, hogy községháza. Ami 100-120 évvel ezelőtt írtak fel, az épület műemlék, ennek ellenére a bíróság arra kötelezte, hogy azt le kell onna szedni, vagy legalább le kell takarni. Én szerintem ez nem egy normális dolog. A demokráciának a gyakorlata nem ezt mutatja sem Európában, sem Amerikában. Ezen kell változtatni. Hogyha mindig hallgatunk, akkor ezt nem veszik észre mások. Hogyha elmondjuk világosan és tisztán érthetően az álláspontunkat, és ezt be tudjuk bizonyítani, akkor meggyőződésem, hogy román partnereket is találunk, és a Románián kívüli partnereket is találunk ahhoz, hogy igazunkat tovább végig tudjuk vinni. Jó, most a szimbólumok használatán kívül azért Háromszéken még történt egy-két, legalábbis felkapott eset. Ilyen volt az is, amikor Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Antal Árpád urat megvádolták egy SKT-n tett kijelentése miatt, ami végül is nem bizonyult teljesen helyesnek, és nem is indítottak eljárást ellene. Ugyanakkor volt tavaly december 1-én a Beke ügy, ezt semmiféle szinten nem kívánom kommentálni, beszélni se akarok róla. Csak olyan szinten, hogy ott világos volt, hogy a vádirat összeállításában ugye a Román Hírszerző Szolgálat segítkezett, anyagokat adott. Az a kérdésem, hogy önök Háromszéken érzik-e, hogy nem tudom, hangsúlyosabb az átlagosnál a jelenléte a Román Hírszerző Szolgálatnak, jobban foglalkoznak-e önökkel, mint másokkal? Vagy nem lehetne ezt mondani? Nézze, Háromszék és Sepsiszentgyörgy, hogy ezen belül frontváros és frontmegye.
hiszen 89 előtt Marosvásárhely és Maros megye volt az a frontváros, ahol meg kellett szüntetni a magyar többséget, erre vonatkozó dokumentumok sokasága van, ez jól ismert, közismert dolog, és sikerült is elérniük 89-ig, illetve a 90-es fordulat után a véres március kapcsán megijesztették az embereket, és tömegesen vándoroltak ki, azóta csökkent le Marosvásárhely lakossága 45-46%-ra. Ezek után a következő célpont az Háromszék és Sepsiszentgyörgy. Ez kétségtelen, hogy így most van. Is? Meggyőződésem, hogy igen, tehát nap mint nap. Hargita megye ilyen szempontból egy kicsit védettebb, a környezete miatt is, a magyarság részaránya miatt és is. És miből gondolja, hogy ez ma is egy ilyen tendencia létezik? Nap mint nap érezzük az ellenőrző szerveket, a prefektúrát, a számvevőszéket, az ügyészséget, és sok minden más, a környezetvédelmi ügynökséget, a fogyasztóvédelmet, tehát folyamatosan energiáinkat kötnek le, és ide kapcsolódik az, amit tetszett kérdezni Antal Árpád polgármester úr esetében a szövetségi képviselő tanácsán elmondott beszéde kapcsán. Sokan önön is úgy látja, hogy hát nem lett ebből baj, mert nem tudtak vádat emelni. De egy éven keresztül két ügyben nyomoztak utána, és gyakorlatilag alkotó energiákat tudnak lefoglalni. Ez az egyik legfontosabb kérdés. Jó, ez még a számarányt nem változtatja meg önmagában. Ez a legfontosabb kérdés, hogy azt, hogy a jövő tervezést és a jövőbe való befektetést fizikai értelemben, illetve nemzeti értelemben úgy próbálják kifogni a szelet a vitorlánkból, hogy adnak munkát, amivel foglalkozzunk egyébként, és aztán valami lesz belőle. Ön tart tőle, hogy önnel is megtörténhet ez? Nézze, fel vagyok készülve rá. Nem tartok tőle, fel vagyok rá készülve. Tudom, hogy ebben az országban Rádúj Róbert és Antal Árpád esete az bizonyítja, hogy akkor futnak el, akkor csinálnak fesztivált körülöttünk, amikor éppen akarnak. Mind a két eset ezt bizonyítja. Fel vagyok rá készülve. Értem, még azért szólnék még egy kevésbé kellemes dologról, nem mint hogyha ezek olyan kellemes dolgok lennének. Nem tudom viszont nem megemlíteni azt, hogy sajnos statisztikákat olvastam, és láttam, hogy Kovászna megye, ami az átlagjövedelmet illeti, ott kullog nagyon-nagyon hátul. Az átlagjövedelem Kovászna megyében, nem tudom, talán 1000 lejjel kevesebb, mint például Bukarestben, a fővárosban. Erre vonatkozóan, mert ez igazán nagyon sok embert érint, és szinte mindenkit érint, van-e önöknek elképzelésük, stratégiájuk valami, hogy ez a helyzet megváltozzon? Először is szerintem régi statisztikákat tetszett olvasni. Az idei statisztikákról van szó. Másodszorban, és az idei előrejelzésről van szó. Másodszorban pedig ez egy téves felfogás, hogy Bukaresttel egy összeke hasonlítani többé. Nem Bukaresttel akarok összehasonlítani, hanem... Tessék kivenni a statisztikákból Bukarestet, persze. És úgy hasonlítani össze. De és még úgyis az utolsó öt között van. 8 évvel ezelőtt Kovászna megye az utolsó előtti volt a munkanélküliségi listán. Azóta 26 pozíciót ment felfele. 8 év alatt 26 pozíciót ment felfele. Ez nem azt jelenti, hogy elértük a Kánaánt. Ez nem azt jelenti, hogy kolbászból van nálunk a kert. Hát nem, viszont, és sajnos nagyon sokan ki is vándoroltak, tehát ez is benne van a statisztikában. Ez viszont azt jelenti, mert meg kell nézni közben a befektetéseket, beruházásokat, új cégek létrejöttét. Ez viszont azt jelenti, hogy igaz, hogy alacsonyabban fizető munkahelyek, mint ahogy azt elvárnánk, de munkahelyeket hoztunk létre, vagy hoztak létre azok a cégek, akik megtelepedtek. Csak az elmúlt 5 évben több mint 2000 új munkahelyet hoztak létre. De miért alacsonyabbak? Mitől ér kevesebbet a kovásznai embernek a munkája, mint például a Temes megyei, vagy a Kolozs megyei, vagy a Bihar megyei? Ki állapítja meg a munkadíjat? Természetesen a munkaadó. Igen, és kik a munkaadók nálunk? Helyi emberek. Tehát nem a bukarestiek állapítják meg, nem a megyei önkormányzat állapítja meg, hanem az a cég vezetője és tulajdonos állapítja meg, aki munkahelyet is teremt. Tehát én nekem az a véleményem, hogy több céget kell, még több céget kell hozni, mert előbb-utóbb egymás is fogják konkurálni. Azon a településen, ahol egy pékség van, ott a kifli minősége gyenge és az ára drága. Ha vele szemben megnyílik még egy pékség, akkor a kifli minősége mind a két helyet jobb lesz, és olcsóbb lesz mind a két termék. Igen. Tehát ez a cél. Értsem ezt úgy, hogy ön legalábbis, nem tudom, rövid vagy középtávon a társadalmi változásokat illetően optimista? Én optimista vagyok, igen. Alkatilag, feleségem azt mondja naív, de én optimista vagyok. De lehet, hogy még inkább politikai értelemben még inkább eltökélt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.